Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV pénteki híradója. Nézzük a legfontosabbakat először csak egy-egy mondatban. Szabványosak! Idén több mint 40 játszótéren újítottak fel eszközöket a szakemberek. Idén 20 éves, kicsinosítják az évfordulóra a vásárcsarnokot. Kreatív játszóház, díszeket készítettek a szünidei program résztvevői. Most pedig a részletek és további híreink. Megújult játszóterek várják a gyerekeket Kanizsán. A Via Kanizsa ZRT idén több mint 40 helyszínen szabványosított és újított fel játszóelemeket. Ezt a kombinált tornyosmászókát is újra festették a Zemplén utcában a Via Kanizsa ZRT munkatársai. A Városüzemeltető Társaság az év elején kezdte el az általa üzemeltetett játszóterek elemeinek szabványosítását és felújítását. 44 darab játszótéren kezdtünk el rendet rakni, olyan szemmel, hogy azokat a játszó elemeket, amiket évvégén újra kell tanúsítatnunk, amik most lesznek egyébként majd decemberben, azokat a tanúsításra felkészítsük. Mintegy 80 olyan játszóelem van, amelynek lejárt vagy nem is volt tanúsítványa. Ezeket a Via Kanizsa egyesével felülvizsgálta, szabványosította, és ha szükséges volt, fel is újította. Ilyen állagmegóvó, felújító festéseket végeztünk minden játszószeren. A festéseken kívül minden olyan kötőelem ellenőrzésére sor került, ami a játszószer esetében vizsgálattárgyát képezheti. Ezeknél a kötőelemeknél és a hintacsuklóknál szintén elvégeztük a kopó alkatrészek cseréjét, illetve bizonyos csavaroknál védőburkolatot helyeztünk el, ami szintén szabványban szereplő előírás. Az Zemplén mellett a lámpagyári, a Péterfai és a Munkás utcában is újultak meg játékelemek, az ütéscsillapító felületektől kezdve a legapróbb alkatrészekig. Csinosítják a vásárcsarnokot. A tatarozással, festéssel, karbantartással a Csarnoküzletház 20 éves évfordulójára készülnek. A két évtizedes működést november végén ünneplik majd meg, az alkalomra termelői vásárt is szerveznek. Alkudozni viszont a munkálatok ideje alatt is lehet a csarnokban, azaz zavartalan lesz a nyitvatartás. 1997-ben, decemberében adták át a Nagy Kanizsa Csarnoküzletházat, közismert nevén vásárcsarnok, és az elmúlt város lakosságának az elmúlt 20 év nem múlt el nyomtalanul, és szükségessé vált a vásárcsarnok felújítása, homlokzatjavítása, belső festése. Érdemes átnézni a biztosító kedvezményeit a kötelezőnél, tanácsolják a szakemberek. A társaságok mintegy 100 féle lehetőséget kínálnak a tarifacsökkentésre. A Magyar Biztosítók Szövetségének közleménye szerint a piaci szereplők többségénél továbbra is díjkedvezményt kapnak az e-kommunikációt választók. Néhány biztosító kedvezményt ad a nyugdíjasoknak, a közszolgálati dolgozóknak, az egyházi alkalmazottaknak és családtagjaiknak. Továbbra is elterjedt a családosok, a mozgássérültek kedvezménye, illetve az úgynevezett partner kedvezmény, amely akkor vehető igénybe, ha más biztosítással is rendelkezik az ügyfél az adott társaságnál. A tegnapra közzétett árak alapján átlagosan 15%-kal emelték a gépjármű felelősségbiztosítások díját a piaci szereplők, de van olyan biztosító, amely az idei árakat hirdette meg 2018-ra. A biztosítók ajánlatainak hiteles összehasonlítására létrehozták a Mabiz díjnavigátorát, amely üzleti érdektől mentesen hasonlítja össze a díjakat. Évvégi évfordulós szerződése mintegy 1 millió magánembernek van, közülük akik a biztosítóváltás mellett döntenek, azoknak legkésőbb december 1-jéig kell eljuttatniuk a felmondásukat a biztosítójukhoz. Őszi dekorációkat készítettek kicsik és nagyok a HSMK-ban. A tanszünet utolsó napján a kreativitásé volt a főszerep a művelődési központban, az érdeklődők különböző díszeket készíthettek. A játszóházmai programját az évszaknak és a közeledő adventi időszaknak megfelelően alakították ki a szervezők. Őszi falevelekből, termésekből terveztünk a játszóházat magát. A falevelekből virágcsokrot készítettünk, valamint kis vázát hozzá, és ajtódíszt és ablakdíszt is lehet készíteni a mai alkalommal. A programot a szülők és a gyerekek egyaránt élvezték. Egy csokrot csináltunk, ami falevelekből készült, és csinálok hozzá egy vázát kartonból, és ilyen színes papírból bevonom.
A foglalkozás azért is hasznos volt, mert a gyerekek játékos formában fejlesztették kézügyességüket és kreativitásukat. Mindig megmutatják itt a hölgyek, akik ilyen ügyeskezőek, hogy mit lehet készíteni, most éppen őszi falevelekből, termésekből, de voltunk itt nyuszizni és télapozni, és tehát mindenféle ünnepkor mindenféle lehetőséget kihasználunk és jövünk, mert a gyerek is így ügyesedik, fejlődik, és akkor együtt vagyunk, jó program nekünk is. Az intézményben a jövőben is szerveznek hasonló tematikájú játszóházakat. Horvátné Polai Máriát a TIT nagykanizsai szervezetének nyugalmazott titkárát köszöntötte 70. születésnapja alkalmából a Nagykanizsai Városvédő Egyesület. Az ezüst fokozatú elismerést Cserti Tibor elnök adta át az ünnepeltnek. Horvátné Polai Mária csaknem 20 évig dolgozott a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat nagykanizsai irodavezetőjeként. Kiemelkedő érdemei voltak a városban működő felnőttképzés megújításában és az ezüst kalászos gazdatanfolyamok szervezésében is. Új bormustra lesz holnap Cserfőn, de közeleg a Mártonnapi pincejárás időpontja is. A cserfői gazdák évekkel ezelőtt indították a hagyományt, mely szerint jeles napokhoz kötődve felkeresik egymás pincéit. A Mártonnapi pincejárást rendre megelőzi egy új bormustra is, ez szombat délután lesz az Antal pincében. A program legfőbb célja a közösségkovácsolás, így a mintákat az esemény idején is le lehet adni. A hagyományos pincejárás pedig jövő szombaton, november 11-én Mártonnapján lesz. Már kóstolgatjuk a kierjedt tisztuló borainkat. Ehhez kapcsolódik majd a Cserfőhegyen most már talán harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Mártonnapi újbormusra, ami egy pincejárással kezdődik, és a végén egy libavacsorával záródik ez az esemény. Múlik az allergia szezon. A 43. héten valamennyi allergén növény esetében alacsony pollen koncentrációt mértek Zalában. Az adatok szerint tartósan alacsony a pollen száma a parlagfűnek és a csalánféléknek, emellett a szezonbéli gombaspórák koncentrációja is tüneteket nem okozó szinten maradt. Családi sportnapot tartott az NTE judó szakosztálya. A kanizsai küzdősportolók már évek óta különleges programokkal készülnek a judó világnapjára, amikor is minden judós megemlékezik a sportág alapító mesterére. Az NTE-nél idén a sportolóknak és szüleiknek közös játékos vetélkedőt szerveztek. A családok 5 versenyszámban mérték össze tudásukat, a legnagyobb sikert az a feladat aratta, amelyben a judokák szüleiket tanították meg egy leszorító fogásra. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult. Most pedig nézzük fontosabb híreinket újra, röviden. Szabványosak! Idén több mint 40 játszótéren újítottak fel eszközöket a szakemberek. Idén 20 éves, kicsinosítják az évfordulóra a vásárcsarnokot. Kreatív játszóház, díszeket készítettek a szünidei program résztvevői. Önök a Kanizsa TV pénteki híradóját látták, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm a legfrissebb hírekkel. Szombaton és vasárnap is 6 órakor várjuk Önöket a Kanizsa TV híradójában. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!